Még áprilisban számoltunk be arról, hogy idén ismét megrendezi a születéshetét az Összhang Egyesület. A 9 napos esemény sorozathoz az EGRI Kórház is csatlakozott nyitott szülőszoba programjával. Dr. Varga Zsolt Endre osztályvezető főorvost és Hasilló Anna Mária szülésznőt köszöntjük a stúdióban. Jó estét kívánunk, és köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánunk. Jó estét kívánunk. És köszönjük a meghívást. Szerintem az első kérdés, mit takar a nyitott szülőszoba? Tehát a nyitott szülőszoba programmal már évek óta támogatjuk az anyák azt az igényét, hogy egyre nagyobb biztonságban érezzék magukat, így a környezet láttán is, illetve információkat is adunk, mi szülésznők, és megteremtődik egyfajta bizalom a szülésznői csapat és a szülőnök között, és hát a szüléshez nem is kell más, de biztonság, bizalom, és nyilván a társas támasz, a jelenléte, és hogy a nyitott szülőszobra programmal pont ezt szeretnénk támogatni. Mire kíváncsiak egyébként legfőképpen az érdeklődők, és hát kik mennek el főként? Hát várandós édesanyák jönnek el, a párjaikkal. Ez fontos, igen. Igen. Azt nem tudom, lehet, hogy a védőnők propagálására, talán. Én úgy gondolom, hogy minden védőnői körzet tájékoztatja őket, hogy lesz egy nyitott szülőszoba program. Bár én azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb az igény a szülés felkészítésre, szoptatás felkészítésre is a várandós édesanyák körében, és hogy hát így összetett lehet ez a kérdés, hogy hogyan jutnak el az édesanyák a születés hetén a nyitott szülőszobára, de amikor oda jutnak, akkor aztán kérdeznek bőven. Így aztán az én saját tapasztalatom az, hogy akár lehetne ez havonta is, és van is. Mert mi szülésznők minden hónapban csinálunk szülésfelkészítőt, és szoptatásfelkészítőt is, és ott is van nyitott szülőszoba látogatás minden hónapban. A jelenlegi szülőszoba látogatás és az újszülött osztály látogatása, valamint a gyermekágyas osztály látogatása, az, ami a születés hete nyitott szülőszoba programjához tartozik. A mi havonta történő szülésfelkészítéseinken csak a szülőszobát tudják megtekinteni. De ott vannak bőven kérdések. És az volt a kérdés, hogy mi az, amire kíváncsi? Igen. Hát a szülőágyat ma többször több szemszögből megtekintették, kérdezték, hogy van-e lehetőség más pozícióban vajudni, szülni, kérdezték, hogy van-e lehetőség természetes fájdalomcsillapítások alkalmazására, mint például zuhanyozni, és ez azért nagyon jó, hogy a mi szülőszobáinkhoz csatlakozik vizes blokk, és ott akár elég hosszan tudnak zuhanyozni, illóolajokat, zene, akkor sólámpák, tehát hangulatfény, masszázs, tehát ez mind azok a dolgok, amikre kíváncsiak voltak, hogy lehet-e itt a mi szülőszobánkon választani. Milyen születésszámmal büszkélkedhet egyébként Eger és a kórház, az EGRI kórház? Hát az 1600-as értéket sajnos nem tudtuk elérni, úgyhogy ebben a leszálló szakaszban vagyunk sajnos. Az utóbbi évben a császármetszések aránya olyan 28% körül volt, de mi most ugye a természetes szülésről beszélünk. Azért azt nagyon fontos hangsúlyozni, azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedően jó arány, hogyha a hüvelyi úton való szülést nézzük, illetve nyilván a... Hát országosan évek óta vezető helyen állunk a normál hüvelyi szülésben, és az is nagyon fontos, hogy orvosi szemmel a császármetszés után azért van rendes hüvelyi szülés is. És ez a hüvelyi szüléstől nem kell tántorítani a hölgyeket, sőt, inkább talán segíteni kellene. Tehát mondjuk az a szemlélet is megvan, hogyha valakinek császármetszése volt, akkor talán a következő császár az természetesebb, de nem kell feltétlen, hogy legyen. Akkor sokat kell beszélgetni a hölgyekkel, hogy vajon mi volt az a gát, ami miatt császár csináltunk az illető hölgynél, de aztán úgy kiderül, hogy azért tudnak ők. Tehát amikor a szakmát kezdtem, akkor olyan
60%-át azért a császármetszések után a hüvei szülés történt. Most azért fordítva van, tehát inkább a 40% vagy valamivel kevesebben szülnek császár után, de akkor is vállalják, és látom a női büszkeség része az, hogy igen, én meg tudtam ezt csinálni. Ezért többek között a nyitott szülőszoba program és a tájékozottság, tehát az, hogy az információt megkapják az édesanyák, az mind azt gondolom, hogy ahhoz járul hozzá, hogy akkor ők is inkább biztonságban érzik magukat, ahogyan fogalmazott is, tehát biztonságban érzik magukat, és akkor szívesebben rábízzák magukat, illetve hát a természet rendje szerint igyekeznek a hüvei szülés útján világra hozni a gyermeküket, de lehet, hogy önök jobban meg tudják mondani, hogy mi a tapasztalat. Tehát azt gondolom, hogy az információ mennyiségéhez biztosan köze van, mennyire felkészültek az édesanyák. Igen. Az informált döntés. Hozatalhoz kell a jó sok-sok-sok információ, több szintérről, akár egyesületek, tehát hogy civil egyesületektől, védőnöktől, szakemberektől, és most legújabb, 2021-es évben történt meg, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy olyan nyomtatványt hozott létre, tájékoztató a szüléssel, ről címmel, ami segíti szintén őket, a várandós édesanyákat a tájékozódásban, pro és kontra, előnye, hátránya, minek, mi beavatkozásokról, részletes leírás van a szülés folyamatáról, és tényleg a szülőnöket és a családjaikat nagyban támogatják ezek az összetevők az informált döntéshozatalhoz. Valamint ezt követően szerintem fontos a saját, tehát az elköteleződés. Tehát egy édesanyának az elköteleződése, valami mellett lelki elköteleződése. Ezt a lelki elköteleződést, ezt nem elég korán kezdeni. Tehát, hogy a várandóság alatti felkészülés előtt is már akár beszélhet az édesanyjával, hogy ő hogy szült, hogy őt hogy szülte, milyenek az érzései, vagy esetleg az édesanyjával való kapcsolatot rendezgetheti a saját életében a lelki folyamatokat ránézhet, mert hogy azért az élettani szülés folyamatában ilyen 70-80%-ában mondhatjuk, hogy a lelki folyamatok adják az alapot. És mi azért hozzátesszük szakmailag a mi 20-30%-unkat, hogyha elakadás van bármelyik részről, és hogy ahogy mi hozzátesszük az elakadásoknál a megfelelő vizsgálatokat vagy beavatkozásokat, úgy lehet mondani, hogy az információ, az elköteleződés és a megfelelő támogatás, a gyakorlati támogatás a szülésnél az, ami leginkább segíti az anyát, ez a hármas, abban, hogy az, amit ő eltervezett, az be is teljesüljön. Tehát, hogy ki mit tervez, az megint egy külön kérdés. És hát aki ebben támogatni tudja, az az édesapa. Mi a helyzet az apás szülésekkel Egerben? Mik a tapasztalatok? Ez egy abszolút bevált gyakorlat. Tehát nem, hogy évek óta, évtizedek óta a szakmán kezdetén, ez elég furcsa volt ez a dolog. És gyakorlatilag most már mindenki kell, hogy bent legyen. A fiúk azok szeretnek ott lenni. Az apás szülés mellett még találkozunk, hogy az édesanyja is bejön a szüléshez. És azért látom, hogy azért sokszor a nők nagyon sokat segíthetnek a családon belül, hiszen szerintem ez évszázados hagyomány volt. Az apák jelenléte az egy kicsit frissebb dolog, és ez néha úgy érzem, hogy kicsit ez elvárás, de azt látom, hogy a fiúk azok helytállnak rendesen. Tehát ott vannak, segítenek. De egy férfinek a gondolatai a szüléssel kapcsolatban azok teljesen más irányúak, és a nőiességét, az anyaságát látva, a szülést látva talán értékesebb lehet maga a nő. Tehát gyakorlatilag a női emancipációnak egy lényeges fordulata az, hogy apás szülés lett. Tehát elismerjük az ő ilyen irányú tevékenységüket is, és fontosnak tartjuk.
És mint talán a beszélgetés legvégére még fontos kihangsúlyozni azt is, hogy ugyebár Bababarát intézmény az EGRI kórház. Hogyan is változott ez, és hogyan is fejlődött a Bababarát vonal egyébként az évek folyamán? 2010-től Bababarát az EGRI kórház. Külön kritérium rendszere van annak, hogy egy kórház Bababaráttá váljon. Bár most Magyarországon tudni kell, hogy a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság az, aki ellenőrizte három évenként, hogy megfelele a kórház azoknak a kritériumoknak, azoknak az irányelveknek, és 2016 óta ez a Szoptatást Támogató Bizottság nem tudja elvégezni a munkáját bizonyos okoknál fogva, így aztán nem történik meg az ellenőrzés, hogy megfelele a kórház. Így ma Magyarországon egy kórházat sem tudunk Bababarátnak mondani. De azért ezt hangsúlyozzuk ki, hogy pozitív kicsengés, ugyanis jól hangzik, ugye nyilván, ez a cím. De hogy ennek mérten azért itt fontos, hogyha mert Bababarátot, akkor gondolok itt arra úgyis az édesanyáknak az első kérdései között hozzátartozik, hogy az anyaru-arany óráknak a lehetősége biztosított-e, akkor a szülést követő időszakban hogyan, hogy mi az, amit tud biztosítani a kórház, mi az, amit mondjuk nem tud, hogy milyen lehetőségeik vannak így az édesanyáknak, hogyha már a szülést nézzük ennek kapcsán. Tehát, hogy az irányelvek mentén... Igen. Van lehetőségük, elsősorban a felkészülés, hogy felkészülten jöjjenek, másodszorban mi hozzáadjuk a szakmai tapasztalatainkat és a támogatásunkat, hogy ez a biztonság és a bizalom meg tudjon történni, és ami a szülőszobán történik, az mindenkinél egyedi, egyéni folyamat. Mi már ugye 2010-től mindig odaadjuk a kisbabákat az édesanyja hasára, bőr-bőr kontaktusban. A bőr-bőr kontaktust én kiemelném, hogy az azt jelenti, hogy a anya mesztelen mellkasára kerül a mesztelen kisbaba pulzáló köldökzsinórral, és akkor vágjuk el a köldökzsinót, amikor az már nem pulzál. Nyilván a baba kívülről be van jól takarva, tehát a kihűlésnek nincs veszélye sem. És ezt követően megvárjuk azt, amíg a megpihenése után, ez az újszülött, a képen született, körülnéz, szemkontaktust teremt az édesanyjával, majd pedig az ízek megtapasztalásának köszönhetően feljut az anya mellre, ha minden jól megy, ezt önmagától meg tudja tenni, és elkezd mellre éleszkedni, és elkezdi a szopizást. Ez körülbelül 50 perc, mire meg tud történni. Így aztán az aranyórákat, rákra fordítottuk az aranyórát, mert az aranyóra nyilván egy órát jelentene, és lehet kérésre két órát is kérni, igényelni az édesanyáknak, hogy ott legyen a kisbaba, hiszen ha 50 perc múlva kerül a mellre egy újszülött, akkor onnantól elkezdi a szopizást, és két óra az éber aktív időszaka, és aztán jön a lecsendesülés, az alvós időszak, és szerencsés, hogyha ezt a két órát ott tölti. Ezt követi a 24 órás rowingin, tehát hogy együtt van az édesanyjával a gyermekágyas osztályon, vizitekre, akár fürdetésre, egyéb oltások, vérvételek, hallásvizsgálatra viszik be, de egyébként arra is oda is kísérheti az édesanyja az újszülött osztályon, és igény szerinti kizárólagos szoptatást támogatjuk. Tehát az igény szerintiség az azt jelenti, hogy akkor, amikor a baba... Kéri. Igen. És szól, és jelez. Addig, ameddig, ameddig minden igénye ott ki nem elégül. Hát azt hiszem, kívánhatjuk azt, hogy sok ilyen az előbb leírt szülés valósuljon meg még a továbbiakban az EGRI kórházban, és természetesen az a szülés-születés szám pedig, amelyek a célok között szerepelnek szintén. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és természetesen sok sikert kívánunk a nyitott szülőszoba programhoz, és emellett pedig az egész héthez, mint a születés hete programhoz, és sok érdeklődött. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen.